Ahogy azt ti is tudjátok, nagyon erős a kapcsolatom King Magnum Opuszával. Azonban még igencsak kevés háttérinformációt tudattam veletek eddig a könyvekkel kapcsolatban. Nos, nem olyan infókat szeretnék veletek megosztani, amik a könyvek olvasása közben teljesen nyilvánvalóvá válnának, sokkal inkább olyan adatok ezek, melyek csak a megfelelő háttérkodatás után deríthetőek ki. A könyvek szerkesztő nélkül jelentek meg. King bevallása szerint a Sötét Torony sorozatot más könyveivel ellentétben nem látták olvasó szerkesztők, így nem is hajtottak végre rajta semmiféle szerkesztői műveletet. Emiatt is írta át King az első könyv néhány párbeszédét és leírását, mert abban voltak kontinuitásbeli hibák. Nem volt mellette szerkesztő, aki kiszúrta volna a felbukkanó logikai bakikat, azonban nem csak az első kötetet érték kisebb-nagyobb javítások. Efféle logikai hibák végig kísérték az egész első nyomatot a teljes széria esetében. Például egy szereplő nevét King eltévesztette, máshol pedig véletlenül nem vett róla tudomást, stb. Tagja vagyok egy Kinges csoportnak, ahol a tagok megosztották ezen tapasztalataikat, mely szerint a különböző angol nyelvű kiadások itt-ott eltérnek ilyen téren. Ez annak köszönhető, hogy a későbbi kiadásokban King kiszúrta és javította ezeket a hibákat. Nem írta őket úgy át, mint az első kötetet, de javítások azért történtek a szövegben. A rajongók gyakran viccelnek azzal kapcsolatban, hogy a Kingverzum szabályai miatt minden hiba részévé válhat a világnak, tehát a torony valamelyik szintjén a hibás szöveg nyugodtan kanonizálható. Ez a jelenség amúgy nem ritkaság a kiadások történelmében, például Brian McLellan lőpormágó sorozatában is sok logikai baki maradt benne az első nyomásban. Zenei ihletforrás. A Sötét Torony hasonlóan a legtöbb nagy epic fantasy sorozathoz megihlette a dalnokokat. Azonban a mi esetünkben ez leginkább metal zenekarokat jelent. A német power metal banda, a Demons and Wizards második albumán több olyan nóta is van, amit a torony inspirált. Eduardo Casas, spanyol zeneszerző, egy komplett albumot szentelt a könyvsorozatnak. Ez utóbbi leginkább progresszív rock nótákat írt hozzá. Rajtuk kívül pedig még sok-sok szenvedélyből született dal szól még a toronyról. Olyan előadók jó voltával, mint az Anthrax, a Blind Guardian, az Electric Wizard, a Forever Storm vagy a Nightwish. És tudjátok mi a legviccesebb? Hogy maguk a könyvek is számtalan utalást tesznek zenekarokra, legyen szó a Beatlesről, a Nine Inch Nailsről, a The Rolling Stonesról vagy a King Crimsonról. Művészcsarnok. A magyar olvasók sajnos kimaradtak belőle, de a toronykönyvek eredeti kiadásai közül több is híres művészek illusztrációival volt ellátva a megjelenése idején. Michael Whelan dolgozott az első és az utolsó kötet belső rajzain, akiről annyit kell tudni, hogy számtalan ismert és kevésbé ismert íróval dolgozott már korábban. Ted Williams, Edgar Rice Burroughs, Anne McCaffrey és Brandon Sanderson könyveket is egyaránt illusztrált, vagy rajzolt hozzájuk borítót. Az ő tevékenysége azért is fontos, mert a művész úr megtörte a korábban divatos elvont, szürreális ábrázolásmódot a fantasy borítóknál, és inkább a realizmus felé vitte el a témát. Phil Hale, ki a második kötet illusztrátora volt, pedig Joseph Conrad, a Sötétség szívében című könyvének borítófestője volt, emellett pedig korábban már dolgozott Kinggel. Ő volt az, aki később a Nem jön szememre álom egyik külföldi borítóját is megtervezte. A legismertebb munkája mégis a Tony Blairről, a volt brit miniszterelnökről készült portréja lett. A harmadik kötet rajzain Ned Dameron dolgozott, aki a Dungeons and Dragons tartalmak egyik visszatérő alkotója volt. De még az Új Nemzedék című Dragonlance könyv egyik borítóját is ő alkotta meg. A negyedik kötet rajzait ugyanaz a Dave McKean alkotta, aki Neil Gaimannel is gyakran közreműködött már. Ő készítette többek között a Sandman borítóit. Az ötödik kötetet Bernie Wrightson illusztrálta, aki a Mocsár lény egyik megalkotójaként és a horror egyik legkiemelkedőbb rajzolójaként lett híres, aki később is együttműködött Kinggel. Daryl Anderson lett megbízva a hatodik kötet illusztrálásával, akiről annyit érdemes tudni, hogy ő volt az egyetlen alkotó a toronykönyvek sorában, aki digitális festményeket készített. Leginkább sci-fi munkáiról és digitális modelljeiről lett ismert, és már vagy 30 éve a szakmában van. És végül a négy és feletti kötetet ugyanaz a Jay Lee illusztrálta, aki a torony képregényes adaptációján is dolgozott. Talán az ő rajzai lehetnek a legismertebbek a hazai olvasók előtt, McKean stílusa mellett. Ahogy esik, úgy puffan.
King arról ismeretes, hogy ritkán tervezi meg előre, miről fognak szólni a regényei. A toronykötetek alatt is ez végigérezhető volt. King maga nem tudta, honnan, hova jutnak majd hősei, és a befejezésről sem volt lövése sem hosszú évekig. Maga a torony világa is egész jól tükrözi ezt a fajta kaotikusságot. A videó elején már említett logikátlanságok és következetlenségek is ennek az írásvonnak tudhatóak be, ahogy a harmadik kötet nagyon cliffhangeres lezárását is ennek köszönhetjük. King számára emlékezetes maradt egy olvasója, aki gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, és megkérte Kinget egy levelében, hogy írja már le neki a sorozat lezárását, mert nem akart úgy meghalni, hogy nem tudta, hogyan tervezi King lezárni ezt a mesét. Azonban King tanástalan volt, mivel még ő sem tudta, hogy hol fog az egész véget érni. Érdekes adalék, hogy az 1994-ben megjelent Nem jön szememre álom című kötetben már olvashatjuk azt, hogy néz szembe Roland a királlyal. Az utolsó kötet mégiscsak 2004-ben jelent meg a toronyból. Nehezen lett népszerű. King 1970-ben írta meg az első változatot, nyilvánosság elé pedig 1978 és 84 között került, amikor leközölte a The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Végül limitált példányban kemény fedeles formában kiadta a Grand kiadó 1982-ben. King nem bízott a könyv sikerében, mivel a már korábban kiadott köteteinek szöges ellentéte volt. A limitált kiadás elfogyása után azonban megszaporodtak az érdeklődők, akik eddig nem is tudták, hogy létezik ez a könyv. A frissen megjelent kedvencek temetőjében megtalálható impresszumban ugyanis szerepelt a könyv címe, ám maga a könyv sehol nem volt akkor már beszerezhető. Emiatt a limitált verziót után kellett nyomni. Csak 1988-ban a második kötettel együtt jelenhetett meg polfedeles formában, méghozzá azért, mert King ragaszkodott hozzá. Onnantól kezdve kezdett kiépülni a könyveknek egy kicsi, de lelkes rajongótábora, akik várták a nagyon lassan érkező új epizódok megjelenését. A Sötét Torony sorozat King más könyveivel összehasonlítva messze nem számított annyira népszerűnek, míg végül 2004-ben meg nem jelent az utolsó könyv, amit aztán kitüntettek a rangos World Fantasy díjjal. Na onnantól kezdve már egyre többen kezdték felfedezni maguknak, és végül is eljutott a bestseller státuszba. Bár sosem lett olyan népszerű, mint például Robert Jordan az Időkereke című szériája. Apró adalék, egységes polfedeles kiadása sokáig nem volt a könyveknek Amerikában, mivel a sorozat két fele két különböző kiadó birtokában volt. King ugyanis miután felépült a majdnem az életét követelő balesetből, kiadót váltott. A maradék 3 és 4 és feledik rész már új kiadónál jelent meg. A film megjelenésével egy időben látott napvilágot az első egységes polfedeles kiadás nagy alakos formában, azóta pedig a kisméretű példányok is kaphatóak szintén az új kiadója jóvoltából. A magyar olvasónak ez a részlet azonban nem számít, mert mindkét kiadás egy kiadónál jelent meg nálunk és egységes dizájnnal. Ennyi különlegességet hoztam el nektek mára, hamarosan oda találkozunk, addig is sziasztok és olvassatok sokat!